Üdvözlet mindenkinek! 2018. szeptember 11-én az élőadást láthatjátok az Infobubble csatornán, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez az Infobubble 2-es csatorna, de a lényegen ez igazából nem változtat. Haladunk szépen tovább a technológiai diktatúra megvitatásával, és folytatni fogjuk az előző adásban elkezdett videót, illetve néhány filmet találtam, amit mindenképpen meg szerettem volna mutatni. Az egyik ezek közül a Dread Bíró lesz, a másik pedig a Külön Vélemény Tom Cruise-zal. Kicsit talán fogunk beszélni az Én a Robot című filmről is, de majd meglátjuk, hogy eljutunk-e egyáltalán odáig. Néhány percet várjunk azokra, akik esetleg később csatlakoznak be. És hogyha mindenki megosztja ennek az élő livestreamnek a linkjét, akkor ahol tudja, az szuper lenne. Hát, ha tudunk még ide csábítani embereket. Még annyit, hogy itt lesz a további az élő a livestream, illetve az összes élő ezen a csatornán lesz a közeljövőben, illetve hát lehet, hogy át fogunk települni ide, majd meglátjuk. Egyelőre az biztos, hogy a keddi élőadások itt lesznek az Infobubble 2-es csatornán, és majd visszatérünk a másikra a jövőben valamikor, hogyha úgy alakul. Többet nem is, több időt én nem is szánok erre, hogyha valaki csatlakozni akar, akkor beszáll később. Nézzük tovább, hogy mi is az, ami kiderül ebből a videóba azzal kapcsolatban, hogy hol tart a világ ma, illetve milyen irányban halad a technológia, és mi az, amire számíthatunk a közeljövőben, illetve mi az, ami már most is történik a világban. And I wonder, with big data, everything is becoming more and more targeted because you have more and more information about consumers. Amit beszél az az, hogy minél több adat áll rendelkezésünkre, illetve a cégek rendelkezésére, annál több információt tudnak feldolgozni, és annál pontosabb következtetéseket tudnak levonni annak érdekében, hogy minden egyes embert személyre szólóan meg tudjanak célozni. Egyelőre ő itt még most reklámokra utal, és ez is egyébként, amiről szó van, ami ki van írva, hogy hogyan is lehet ezzel a reklám hatékonyságát növelni. Most ha már itt tartunk, akkor megpróbálom megkeresni a Külön Véleményben, majd visszatérünk még a Külön Vélemény című filmre, de meg akarok mutatni egy képet, ami a filmben ezekkel a reklámokkal foglalkozik. Csak nem tudom pontosan, hogy melyik az, de ez az. A filmben már itt ezek a virtuális, ezek hologramok, ha jól emlékszem a filmben, ezek már személyre szóló reklámok, úgy, hogy mindenkit név szerint szólítanak meg, és úgy kommunikálnak, ahogyan az éppen az arra járónak megfelelő azok alapján, ami adatot összegyűjtettek róla, illetve ami adat található arról az emberről a rendszerben. Ez a Külön Vélemény című filmből egy részlet, ez az a hologram, amiről szó van, és itt pedig ez az, amiről beszél most a valóságban. I think that's exactly right. I think that what we're seeing today is that we can use predictive analytics to know a lot about the people that we're targeting. In the movie, és pontosan ezt fejtette ki, ugye, hogy annyi információ áll már rendelkezésükre, hogy nagyon pontos előrejelzéseket tudnak adni az ügyben, hogy mire is, mi az, ami a leghatékonyabb az adott vásárlóval, vagy potenciális vásárlóval kapcsolatban.
authority reports, the pre-crimes unit race to arrest would-be offenders before they have a chance to commit their crimes. Now, és az érdekes az, hogy csak meg akarom állítani, nem néztem, hogy így van. Az érdekes az, hogy a filmben, a különvéleményben a az egész cselekmény tulajdonképpen akörül forog, hogy előre meg tudják jósolni azt, hogy előre jelzik a bűneseteket, és azt az annak elkövetőjét és minden mást, és nem csak hogy előre jelzik, hanem előre végre is hajtják a szükséges intézkedéseket. Szóval még nem történik meg a bűncselekmény, amikor már a rendőrség megjelenik a helyszínen, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ne is történjen meg. Ez az, amiről szól a különvélemény. És természetesen megvan a módja annak, hogy ugye itt pont azt láthatjuk, ezek ilyen mesterséges intelligencia által irányított robotok, ezek a kis pókszerű dolgok, és el lehet rejtőzni valamilyen formában előlük, ha jól emlékszem, akkor le kell hűteni a testet, és akkor el kell takarni, ott a szemén van valami, és akkor nem látják, de hát ugye végül is megtalálták, szóval a rendszer megtalál mindenhol, és nincs szükség rendőrökre, hiszen ezek a robotok az embert felderítik. Ugye az egész, ez maga az a rendszer, ahol zajlik a bűnügyeknek a felkutatása, illetve maga a nyomozási fázis, ez egy hologram, amit egy speciális kesztyűkkel lehet irányítani. Ez még mindig a film. Érdekes módon a filmben van három darab karakter, akik telepatikus úton előre jelzik a bűneseteket. És ők kapcsolatban állnak ezzel a szuperkomputerrel. Szóval a számítógép együtt dolgozik ezekkel a speciális emberekkel, akik előre látják a bűneseteket, és ezek rá vannak kapcsolva a számítógépre, illetve egymásra. Ez az a pozíció, illetve ez az a hely, ahol ezek az emberek vannak. Ez érdekes lesz egyébként, mert Dread Bureau-ban is hasonló a történet. De ez az egyik ezek közül, ez a nő, az tulajdonképpen egy nő, ott ő az, aki egy médium, úgymond, aki látja előre a jövőt, és akkor végül is természetesen a hős kiszabadítja, de inkább, ami érdekes szerintem, az az, és majd mindjárt visszatérünk a videóhoz, de itt látható ez a felírás, függőlegesen pre-crime, ez ugye crime, mint bűn, és pre, úgy, mint hogy elő, szóval bűn előrejelzés tulajdonképpen. Pre-crime, ez a neve annak az egységnek, ahol Tom Cruise dolgozik, vagy hogy is mondjam, akiknek dolgozik, amilyen intézménynek ő dolgozik, mint rendőr. És nagyon nem akarok belemenni a szimbolikába, de szerintem mindenki számára egyértelmű. Ugye maga az egy szem, erről szó volt már, mindent látó szem, vagy Horus szeme, teljesen mindegy, hogy ki minek veszi, de ez nagyon sokszor megjelenik, ez a szimbólum, ugyanúgy itt is természetesen. Ez talán egy jobb kép arról, hogy hogyan is zajlik a nyomozás, ez az egész virtuális, és gyakorlatilag egy üveg falra van kivetítve minden, és azon láthatók ezek a képek, és ott mindenféle adatot ők meg tudnak találni, ez éppen ez a folyamat, ahogy ez történik, ez pedig az utolsó kép ezzel kapcsolatban, ez szintén erre utal, a különböző adatok az emberekről, meg mi egymás ezzel kapcsolatban. És visszaérkeztünk ide, úgyhogy folytassuk. Ami érdekes az, és ezért mutattam meg az egész filmet, ez egy hír, amiben szerepel ez a részlet a filmből. Úgyhogy a valóság és a film az gyakorlatilag egybe olvad, ugyanúgy,
ahogy arról már volt szó korábban, és azt elmondtam nagyon sokszor, hogy az egész világ tulajdonképpen egy hatalmas film, egy színház, egy hollywoodi produkció, és gyakorlatilag semmi nem igaz abból, amit mi, vagyis a legtöbb ember valóságnak gondol. A legtöbb dolog, ami a közéletben zajlik, és amit mi a tévében látunk, legyen az hír, legyen az politika, politikával kapcsolatos, teljesen mindegy, ez mind része a programnak és a propagandának. És ez nagyszerűen bizonyítja ez a hír anyag is, ahogyan a film és a valóság összekeveredik. Ez egy iskola példája ennek, úgyhogy nézzük tovább. Egyébként, amiről beszélnek, az az, hogy mesterséges intelligencián alapuló bűn előrejelző rendszer jelentettek be, olyat, amilyet a különvéleményben láthattunk. Többek közt, mert egyébként hasonló ehhez sok más film között Dread Bíró is. Would-be offenders before they have a chance to commit their crimes. Now, they use psychics, but it turns out something similar is being attempted using big data. Ugye azt mondja, amit említettem én is, hogy ezek a filmben médiumokat használnak, azonban a médium a valóságban az adat, illetve a mesterséges intelligencia. Ez egyébként a különvéleménynek a Wikipédia oldala. Ez egy Steven Spielberg film, mellesleg ő volt a rendezője. Tom Cruise pedig a főszereplő. Úgyhogy a médiumot helyettesíti a mesterséges intelligencia, aki az adatok segítségével képes előrejelezni azt, hogy majd mindjárt megmutatom pontosan, hogy mik is azok az információk, amik alapján és amiket előre tud jelezni, de nagyjából arra, egyelőre azt mondják, hogy az adott területen előforduló bűncselekmények alapján képes a statisztikából kiszámítani azt, hogy az év bizonyos szakaszában mekkora a valószínűsége abban az órában, hogy ott akkor bűneset következik be. Na mindegy, nem akarok előre szaladni. Ez a film 100 millió dollárba került, mellesleg ugye a propagandának ára van, és az, hogy az emberek azt gondolják, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez az ő szórakoztatásukra van, az számomra érthetetlen. Persze én is így gondoltam egy ideig, de amikor az ember föléved, akkor is megérti azt, hogy igazából mennyire kicsi köze van egy-egy filmnek a szórakoztatáshoz, akkor ledöbben. És több mint háromszorosát hozta egyébként vissza csak a moziban ez a film, ami tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia, illetve egy utopisztikus propagandafilm. Egyébként ők disztópiának hívják úgy, mint hogy egyfajta negatív jövőkép, de ez a jövő, ami felé tartunk. És 4 millió DVD-t adtak el ebből a filmből. Nagyjából elmondom a cselekményt, akit érdekel, ez Washingtonban 2054-ben játszódik, szóval nagyjából 35 évünk van, ha jól számolom, 36. És három gyilkosságot előre látó médiumról van szó, szóval egyébként úgy hívják, hogy precog ezeket a karaktereket, és a képességeik köré egy technológiát építenek ki. És ebben a filmben is ugyanúgy, ahogy számos alkalommal korábban láthatjuk, a technológia, illetve az embernek az összekapcsolódását, azt, ahogyan a Deus Ex-nél láthattuk, ahogyan a kettő egybeolvad, és együttesen oldanak meg egy bizonyos problémát. Ezeket ugye ez a bűn előrejelző csoport használja fel, és a szervezet rendőrei és nyomozói ezt az előre tudást kihasználva a gyilkosság bekövetkezte előtt letartóztatják annak a leendő elkövetőit. Tárgyalás nélkül bebörtönzik őket egy olyan terembe, ami még ezeknek a médiumoknak a tároló helyénél is kegyetlenebb. Ugye láthattuk, ezek ebben a vízben vannak ezek a dolgok. De nagyjából ez a történet, ami
ami körül forog a film, és hát nagyjából erről szól. Egy pillanat. Az Egyesült Államok lakossága rövidesen szavazással dönt, ez ugye 2054, hogy ez a program pre-crime országos szintre emelkedjen-e. Ez így eddig csak Washingtonban használják, ha jól értelmezem ezt. Így az igazságügyi hivatal ellenőrzést tart. Szóval még nem dőlt el, hogy vajon ez országos szintre emelkedjen. Egyébként pontosan ez az, ami most történik. Azért akarom megmutatni mindenkinek, hogy miről szól a film, mert majd meg fogjuk látni a reklámból, hogy pont ez az, amiről szó van most. És a vizsgálónak van egy, ugye az agája az, hogy az alkotmányban rögzített emberi jogok korlátozásának és a tévedésnek a lehetősége is fennáll. Szóval gyakorlatilag hasonló ahhoz, ami most történik velünk. De nézzük tovább a videót. Ennyi elég a filmről, akit érdekel, megnézheti. Érdekes egyébként. The Vancouver Police Department is the first police agency in Canada to implement predictive policing technology. Ugyanígy hívják egyébként, ez már Kanada, ez a valóság, predictive policing, azaz gyakorlatilag előre jelzett rendőri tevékenység a számítógép, illetve a mesterséges intelligencia segítségével. Kanadában az egyik tartományban kezdik el tesztelni ezt, de egyébként világszerte több helyen működik már. Pontosan úgy, ahogyan azt láthattuk a filmben, ezért mutattam meg a képeket. Remélem, hogy a türelem, tudom, hogy nem erénye a legtöbb embernek, de érdemes várni, mert akkor minden a helyére fog kerülni mindenki számára, aki türelemmel vár. Úgyhogy ezért mutattam meg, ugyanígy működött a filmben is, és ez az, ami ma a valóság. És gyakorlatilag, amiről beszél, az az, hogy képesek előre jelezni a különböző bűneseteket. Some of this technology is proving to be controversial, especially... Ez Chicago már, és ugye arról van szó, amiről a különvéleményben is olvastunk, hogy ez aggályokat vet fel az emberi jogok korlátozása miatt, illetve a tévedés lehetősége miatt. Ez a valóság, úgy értem. Pontosan úgy, ahogy a filmben van, az egész város itt van a térképen. És a rendszerben benne vannak természetesen azok az emberek, akik... Pillanat, csak már akarom. Így van, ez a homályos kép, ez mind azok az elkövetők, akiknek az adatai benne vannak a rendszerben. Szóval nem csak, hogy a statisztika van meg, hanem van egy bizonyos emberállomány, aki eleve gyanús ugye a múltja miatt. Vagy akár a jelene miatt olyan értelemben, hogy el fogunk jutni odáig, amikor mindazok az adatok, amikről korábban szó volt, amiket gyűjtenek és tárolnak, azok alapján egy-egy profilt kialakítanak mindenkinek, és ez lesz az, amit felhasznál majd ez a rendszer. Lab is concerned with predicting crimes and locations. This list is concerned with predicting crimes and individual people. Well. Úgyhogy itt arról beszélek pontosan, amit elmondtam, ez a bűnesetek előrejelzése, illetve a személyek megjelölése is most már egy lehetőség. Szóval ezt így felhasználja. Interestingly, earlier this week I spoke to DJ Patil. Now, until recently, he was President Obama's chief data scientist. I asked him about this. This is what he said. I have a... Ez Barack Obama hát adatügyi biztosa, vagy fő, ráadásul a fő adatügyi biztosa. Volt legalábbis ez a karakter. Many, many deep concerns about the process of these things. The fundamental... És amiről beszél az az, hogy számos súlyos problémát felvet, illetve kételt. The final one is the transparency of the algorithm.
Az egyik probléma az az, hogy nem lehet tudni igazából, hogy hogyan működik az az algoritmus, amely megjósolja ezeket a bűneseteket. És mivel nem tudjuk, hogy hogyan működik, ezért pontosan ez okozza a problémát, ugye ez az, ami miatt aggódnak, hogy mi az a módszer, amivel kiválasztják az embereket. Ez egyébként aggasztott mindenkit itt, aki ezeket a videókat nézi. Ugyanis mi sem tudjuk, hogy hogyan működik, szóval egy nap csak valaki véletlenül úgy találja, hogy ő maga is terrorista, vagy mit tudom én mi, amit ők akarnak. Persze, ez most úgy tűnik, hogy egy film, de a világ nagyon gyorsan változik, és a tudatlanság az egy hatalmas probléma. Ha már itt tartunk, akkor nézzük meg ezt az újságcikket egy pillanat, és megpróbálom beigazítani a képbe. Oké, ez a SmithsonianMagazine.com. Smithsonian az többek közt, ez egy tudományos intézet, akit érdekel, utána tud nézni mindenféle, bármi, ami tudomány, azzal ők foglalkoznak, de egyébként oktatás, energia, egészségügy, technológia, bármi. Úgyhogy ez nem egy blik jellegű dolog. Amiről írnak az az, hogy mesterséges intelligencia az már a bűnügyek előrejelzésében is használatban van, de a kérdés felmerül, hogy vajon nincs-e ebben valamilyen részrehajlás, így van. És azt írják, hogy ez a szoftver, vagy a program magát a bűnügyek felderítését biztonságosabbá tenni. Azonban nem mindenki osztja ezt a lelkesedést. Meg akarom mutatni, hogy hogyan is működik ez pontosan, illetve mi az, amiről beszélnek. A helyzet az, hogy a probléma felmerül, ugyanis a mesterséges intelligencia az gyakorlatilag mindenféle mérlegelés nélkül hozza meg a döntéseket. És ugye mivel a rendszerben nincsenek semmiféle érzelmek a döntéshozásban, ezért érthetően különböző problémákat fog felvetni, hiszen a döntéshozás kikerül az ember kezéből. Egyszerűen csak rendelkezésre állnak bizonyos mennyiségű adatok egy emberről, és ez a rendszer meghozza a döntést az alapján, ami a legvalószínűbb kimenetele ennek a dolognak. Egy pillanat. Úgy hívják ezt a rendszert itt, amiről beszélnek, hogy Crime Scan, ami ugye hát bűnkutatás tulajdonképpen, vagy bűnmonitorozás, amiről szó van. És bűn előrejelzéssel foglalkozik. Los Angelesben már ez működik, és a rendőrség ezt fel is használja. Egyelőre 60 rendőrség használja ezt Los Angeles körzetében, és meghatározza azokat a területeket, ahol súlyos bűncselekmények valószínűleg előfordulhatnak, illetve akkor lehet, hogy úgy jobb, hogy az előfordulások valószínűsége az magasabb egy bizonyos periódusban, ahogy azt mondtam korábban. Kétszer olyan pontos a bűnesetek előrejelzésében, mint egy ember. Maga a rendszer egyelőre statisztikailag
ugye 100%-kal jobb. És meg tudja azt, vagyis előre tudja jelezni azt, hogy hol fognak ezek a bűnesetek megtörténni. Pillanat, azt próbálom megkeresni, hogy... Igen, ez Chicago, amiről itt szó van, és ott úgy működik, hogy kialakítanak egy gyanúsított listát, és azok az emberek szerepelnek ezen, akik valószínűleg a jövőben részt fognak venni különböző lövöldözésekben, akár úgy, mint elkövető, akár úgy, mint áldozat. Szóval már ez működik Chicagóban, ugye ott óriási probléma ez a lövöldözgetés, meg rengeteg bűneset történik. Szóval megpróbálják előre jelezni azt, hogy ki fog részt venni ebben, hol, mikor, és melyik oldalán fog állni az elkövetésnek, tulajdonképpen a bűncselekménynek. Igazából ezzel nem akarok többet foglalkozni, mert az, hogy mindenki aggódik, hogy most akkor mi lesz ennek a sorsa, az a számunkra jelentéktelen, ugyanis is ez lesz, sőt, hát ez van, szóval annyira nem aggódtak mégsem, hogy ne kezdjék el tesztelni ezt az egészet. Felmerül a kérdés, ugye, hogy ki az, aki felelősségre vonható ezért. Szóval ki a felelősség abban a döntésben, amit meghoz ez a mesterséges intelligencia. Az egyik ugye az, hogy aki kifejlesztette a programot, a másik ugye az, hogy maga a rendszer valamilyen formában felelős kell, hogy legyen. Szóval rengeteg kérdés felvet. Én tudom, hogy a hétköznapi ember ezt nem ezen töpreng, hogy a hétköznapi ember nem ezen töpreng, hogy most a mesterséges intelligencia megjósolja a bűncselekményt, és ki az, akit felelősségre fognak vonni, de szerintem aki hallgatja és követi ezeket a videókat, az megérti, hogy mi is ennek a jövőre nézve mi az, amivel számolni kell, hogyha egy ilyen rendszer kiépül világszerte, már pedig biztosítok mindenkit, hogy ez lesz, úgyhogy efelől ne legyen kétsége senkinek. Annyira engem nem érdekel, hogy ki az, akit felelősségre fognak vonni, de Pittsburghben szintén működik ez a rendszer, és ott a rendőrség használja már ezt. Szóval Washington volt a filmben, itt ugye Pittsburgh, Chicago, Los Angeles, de Kanadában a videóban láthattuk, hogy itt ez ugye egy kanadai program volt. De nézzük tovább, hogy mi az, amiről itt beszélnek. We're the first in Canada. There is some predictive technology down in the United States. It's a different system. We've developed our own here in Vancouver that works. Ez ugye Vancouver, amiről beszél most, és azt mondja, hogy az Amerikai Egyesült Államokban szintén működik ez a rendszer. Ők azonban kialakítottak egy teljesen saját szoftvert, vagy algoritmust, ami alapján ők dolgoznak. Works for our city. Korean police officers will soon implement AI technology to prevent crimes from happening and automatically track down criminals. Amiről szó van, az pontosan az, amit elmondtam az újságcikkben. Kifejlesztették ezt a szoftvert, és a rendőrséggel együtt dolgoznak a programozók annak érdekében, hogy előrejelzik azt, hogy mi fog történni, hol fog történni, és ki lesz az, aki részt fog venni ebben az eseményben, vagy bűncselekményben. They might be approached if they seem suspicious without any kind of good reason, so that would be my concern, is just like... Természetesen felmerül a kérdés, ugye erről beszél a hölgy, hogy mi van akkor, hogyha a rendszer csak úgy ítéli meg, hogy valaki gyanús, vagy valaki esetleg
belekeveredik ezekbe a dolgokba, de mivel nem történt meg, ezért nehéz felelősségre vonni az embert. Ez gondolom mindenki számára világos, és mi van akkor, hogyha téved a rendszer, szóval mi a következménye annak, hogyha nem, ha valami hiba csúszik ebbe az egészbe. Creating a culture of surveillance. Violent crime in Chicago has seen a dramatic increase. Ez az, amiről beszéltem korábban, ez Chicagóban a bűnesetek száma, ugye drámaian megnövekedett, ez az, amiről beszél. Ez Sky News, és arról beszélnek, hogy ugye meg vagy figyelve, és aggódnod kellene. Ez természetesen mindenkinek szól, hogy ez aggodalomra ad okot, hogy a megfigyelésnek a mértéke az ekkorára nőtt a társadalomban. The response from Chicago's police department is a new initiative driven by technology, which aims to predict where crimes are likely to occur. Ez pontosan az, amiről beszélt, és az, hogy amit olvashatunk az előbb, Chicagóban megpróbálkoznak azzal, hogy a bűneseteket előrejelzik, és megpróbálják így valamilyen módon visszaszorítani. Azokat ugyanis nem kevés problémát okoznak. Megmutatok egy másik cikket, hogyha sikerül. Ez nem is egy cikk igazából, hanem ez maga a bűn előrejelzésnek, a predpolnak hívják, ugye prediction policing, azaz bűn előrejelzés. Ez maga a honlap, úgyhogy akit érdekel, az predpol.com, és akkor itt elolvasgathatja azt, hogy hogyan működik a rendszer, és mi az, amit csinálnak. De elmondom röviden azoknak, akiket ez érdekel. Ez a predpol rendszer, ez gépi tanulást használ, ugye a gép tanítja saját magát, és ez alapján, az algoritmus alapján kalkulálja az előrejelzéseket a rendszer. Szóval ez gyakorlatilag olyan, mint egy élőlény, folyamatosan tanul a bevitt adatokból. Erről volt szó korábban, úgyhogy ebben nem megyek bele újra, de ez a valóság. Szóval azt akarom, hogy mindenki megértse, hogy ez nem egy film, vagy ez nem egy lehetséges jövő, ez van, ez működik, ez megy Amerikában, Kanadában, ugye ez Vancouver volt, és világszerte egyébként meg fogjuk nézni Kínában is, hogyha eljutunk odáig. Arról beszél, hogy a megtörtént események adatait felhasználva tanítja az algoritmus minden egyes városra lebontva ezt. Általában 2 és 5 éves adatokat használnak fel. Az elmúlt 2-5 évig visszamenőleg használják az adatokat, és ez alapján minden nap frissíti a rendszer, és ugye előrejelzi azt, hogy mi az, ami várható. Ez általában eseményekre korlátozódik a predpol esetében. Plusz minden olyan új esemény belekerül ugye valós időben, ami történik, az természetesen benne van, és ezek az információk a rendőrségnek a különböző osztályainak az adatai gyakorlatilag. Bármiféle adat, aki benne van ebben a rendszerben, bármiféle intézménytől befolyó adatokat, ezek felhasználják, hogy mennyire széleskörű, azt nem tudom, de el tudom képzelni, hogy mondjuk benne van akár a mentők, tűzoltó és a rendőrségnek az adatai, meg ki tudja még mi más. 3 darab adatot használ fel, a bűnügynek a típusát, a helyét, illetve annak az idejét, az időpontját és a dátumát. És ez alapján jelzi előre. Még egyszer mondom, hogy ez maga a rendszernek a honlapja, ez Predpol, ez az, amit használnak, ez az, amit a rendőrség használ. Szóval ez működik már, ez megy, ez nem egy film, vagy nem egy ez lesz, vagy ez mindig is így volt, meg ez a mese, meg ez 100 év múlva lesz, ez megy, ez működik, ez a dolog már most. És
Egyelőre nincsenek benne személyek, akik azonosíthatók lennének, szóval személyes információ nincs benne. Egyáltalán nincs benne semmilyen demográfiai adat vagy etnikum, de társadalmi vagy gazdasági adatok sincsenek benne ebben egyelőre. Ugye Google Maps az, amit használ, Google térkép az, amit használ, és 150x150 méteres blokkokra osztja fel a térképet, és ezekben jelzi, ugye ezek az egységei ennek az előrejelzésnek, 150 méterször 150 méter, ez az, amit láthattunk egyébként itt a térképen korábban. És előrejelzi azokat a területeket, ugye pirossal körvonalazza, ahol a legnagyobb a valószínűsége az adott napon, az adott időben, illetve hát műszakról beszél, ugye az adott műszakban a bűnesetek előfordulásának. És ez nap, ugye a napról van szó, illetve arról, hogy melyik műszak az, ahol ez várható. Így a rendőrség 10%-át az idejének arra szánja, hogy ezeken a területeken csak egyáltalán ott van. Szóval előrejelzi a területet, és ott nagyobb a rendőri jelenlét azon a napon. Ugye ez lehetővé teszi azt, ezek az előrejelzések, hogy meg tudják tervezni azt, hogy hogyan is alakul majd a műszak. Szóval gondolom világos mindenki számára, hogyha lehet tudni, hogy hol, de érdekes egyébként, amiről szó van, hogyha lehet tudni, hogy holnap a harmadik kerületben, a mit tudom én, melyik utcában várhatóan bűneset fog történni, egyébként még kimondani is bizarr, de úgy értem, hogy ez a valóság. Szóval, hogyha lehet tudni, akkor oda küldök egy járőrt abban az időben, és utána az átmegy oda, ahol utána délben, utána meg 3 órakor, meg 4-kor, és akkor így ez alapján tervezik meg azt, hogy hogyan dolgoznak gyakorlatilag. Ezek a műszakok utána természetesen úgy alakulnak, amilyen bűneset várható. Vagy amilyen esemény várható. Bizarrú hangzik, de ez van. Szóval olyan csoportokat küld oda, akik specializálódnak arra a bűneset, ami valószínűleg ott elő fog fordulni. És... hihetetlen. Oké. Nézzük tovább, hogy mi az, amiről beszél. Mindenféle statisztikát összegyűjt természetesen, hogy mennyi időt töltenek az egyes szektorokban ezek a rendőrök, illetve hát amit akarsz, úgyhogy mindegy, haladjunk tovább szépen lassan. Ez ugye egy rendőrfőnöknek ráadásul a vélemény erről az egészről azt mondja, hogy ez a PREDPOR rendszer, ez nem helyettesíti a rendőrnek a tapasztalatát, illetve a megérzését, dicsérvén ugye azokat a tiszteket, akik dolgoznak ebben a körzetben, hanem ez egy felbecsülhetetlen értékű eszköz, amely a rendőrségnek a hatékonyságát javítja, és segít megelőzni a bűnt, mielőtt megtörténik. Ez az, ami most van. Úgy értem, hogy ez a valóság. Egy pillanat. Jó, ezt már nem, ebben nem megyek bele, hogy hogyan működik ez az egész. Még megnézem, hogy mit mondott ez a haver erről az egészről. Igen, azt mondja, hogy azokban a szektorokban, ahol ugye amit kijelöl ez a rendszer, ott oda irányítják a rendőröket, és ott ők fel tudják használni a tudásukat, különböző képességüket, és a tapasztalataikat annak érdekében, hogy eldöntsék, hogy mi a teendő, hogy egyáltalán van-e szükség rájuk. Ott maradnak nagyjából 15 percet, vagy fél órát, és látják ugye az emberek, hogy ők ott vannak, így megelőzik a bűneseteket, még mielőtt azok megtörténnének, azáltal, hogy csak ott jelen vannak ezek az emberek. Ez az, ami megy, ez Los Angeles rendőr
kapitányság egyébként. Ugye 60 darab rendőrkapitányság vesz részt ebben az egész programban. Los Angelesben az előbb megtudtuk. Azt mondja, hogy nagy valószínűséggel a tesztek alatt meghiúsítottak nagyjából heti 8-10 bűnesetet. Ezek ugye a feltevéseik az ügyben, hogy mennyire hatékony ez az egész, és hogy mi az, amit elértek ezzel. 8-10 bűnesetet megelőznek hetente. Ami nagyszerű, úgy nem azt mondom, hogy nem nagyszerű, természetesen ki az, aki nem örül ennek. Én nem is aggódom amiatt, hogy ez egy nagyszerű rendszer. Ez tiszta sor, hogy ez az. Meg nehéz is egyébként vitatkozni vele, nem? Nehéz azt mondani, hogy erre nincs szükség, vagy ne csináljuk. Ez soha nem kérdés, hogy szükség van-e erre, vagy nincs. Itt a kérdés az, hogy akarjuk-e, vagy nem, hát ha akarjuk, ha nem, ez van, de akkor inkább úgy fogalmazok, hogy az vajon hova vezet, vagy milyen következményekkel jár, hogyha ekkora tudás, vagy ekkora hatalom a kormány kezében van, akikről tudjuk, hogy gyakorlatilag soha egyetlen dolgot sem tettek azért, hogy nekünk egyszerűbb, hogy jobb legyen az életünk. Soha. És különösen az utóbbi néhány száz évben. Túlórában dolgoznak azért, hogy az egész világot egy rendszerré tudják kovácsolni, ahol mindenki úgy ugrál, ahogyan a rendszer fütyül. És szó szerint a rendszerről van szó, hiszen nem is emberek fogják meghozni a döntést, már nem is azok hozzák meg, hanem egyszerűen egy robot, vagy egy, mit tudom én, minek hívják ezt, de egy mesterséges intelligencia. Nézzük, a videót fogjuk tovább nézni, és pillanat. Igen, még meg akartam mutatni egy dolgot. Úgyhogy előre fogunk ugrani egy kicsit, ha jól látom. És megnézzük ezt a részt. So, my son Jesse is 10 years old, and I've been working on this project for the last year and a half, and he often wanders in the kitchen late at night after the kids are gone to bed, and I'm sitting there working. Ez a, megpróbálja elmagyarázni azt, hogy hogyan lehetne megértetni egy gyerekkel, hogy mit is jelent az a kifejezés, hogy big data, ami ugye nagy adatot jelent szó szerint. Ez a nagy adat arra utal, erről szó volt már a múltkor, ha jól emlékszem. A nagy adat arra utal, hogy ezek mind azok a terabyte, meg exabyte, meg mit tudom én milyen byte adatmennyiségek, amiket a rendszer összegyűjt a különböző beviteli források, vagy elemek segítségével, úgy, mint a kamerák, vagy ezek a rendfenntartó erők, mindenféle statisztikák. Ez az adat állandóan ömlik bele ebbe a rendszerbe, és ez a rendszer folyamatosan ezt olvasztja bele a saját tudásába, vagy ne, szerintem így talán a legérthetőbb. Ez csak egyszerűen minden adatot hozzáad ahhoz, ami megvan, és abból újabb következtetéseket von le az ügyben, hogy hogyan is működik ez az emberi társadalom. Gyakorlatilag megtanulja ez a gép azt, hogy az ember hogyan működik, az alapján, hogy mi szolgáltatjuk neki az adatot. Hogyha 80 millió képet töltenek fel egy hónapban, vagy azt hiszem, hogy ennyi volt a száma az Instagramon, akkor mennyi lehet összesen, ha amennyiben képes a képet elemezni a rendszer, akkor az végtelen mennyiségű információ. Úgy értem, hogy akkor képes csak olyan dolgokat, mint hogy egy születésnap hogyan zajlik. Ugye azzal, hogy megadjuk a hashtag születésnap, és akkor kettős kereszt születésnap, és mennyi ilyen kép van a világon, nyilván különböző nyelveken, de tegyük fel, fölteszi valaki azt, hogy kettős kereszt születésnap, akkor ha minden országban mennyi lehet egy nap, a rendszer képes megtanulni, hogy mivel jár egy születésnap, hiszen a képről
elemezni tudja, hogy mik azok a tárgyak, amik feltűnnek ott, és azokat összefüggésbe hozza a születésnappal. És minden mással, az összes többi kettős kereszttel, ami ott van. Szóval mi tanítjuk ezt a rendszert arra, hogy mi az, amit mi csinálunk, és ahogyan éljük az életünket. Ehhez, ha hozzáadjuk azt, hogy mindenkinek megvan a személyisége vagy az identitása az interneten, és nem csak a képekről van szó, hanem az üzeneteinkről, amiket elküldünk. Ha valaki elküldi azt, hogy mi a bánat történt ma, és akkor azt mondja, hogy á, nem sok semmi, akkor lehet, hogy elsőre nem érti, hogy mi az, amiről szó van. De egy idő után, hogyha megnézi az egészet egy kontextusban vagy szövegkörnyezetben, akkor meg fogja érteni, hogy mit jelent az, hogy mi a bánat történt ma, nem sok semmi. És akkor utána mindig, mikor felmerül, vagy előkerül ennek ezek a kifejezések, akkor tudni fogja, hogy mi az, ami ahhoz csatlakozik, és lesz egyfajta elvárása a rendszernek azzal kapcsolatban, ami jön, hiszen már hallotta ezt korábban. És hogyha azt mondja, hogy mi a bánat történt ma, nem sok semmi, ma van a születésnapom, akkor onnantól kezdve minden fényképet, amit eddig látott, azt elő tud szedni, elemezni tudja, és akkor utána, hogyha az ember bemegy egy boltba, akkor azt mondja neki, hogy hé, boldog születésnapot, mi lenne, ha megnéznéd ezt a Xbox játékot, mert ez most jött ki, mert tudja, hogy előtte arról beszélt, hogy mekkora jó volt a FIFA 2018, mennyit játszottunk vele, kijött a 2019, bemegy a boltba, szavaz Péter, mi a helyzet, itt van a FIFA, a születésnapot, pont jó lesz. És boom! De ugyanezt meg tudja csinálni bármi mással. A videókkal, amiket itt néznek az emberek, amit megosztanak ezzel a csatornával, vagy amiket üzengetnek egymásnak, hogy Illuminati, meg Chemtrail, meg a védőoltás hoax, és akkor arról is levonja ugyanezt a következtetést, és akkor tudni fogja, hogy ezek a szavak piros betűsek abban a rendszerben, ahogyan őt megalkották. Aki erről beszél, az boom, az belekerül egy kalapba. És utána megy abba a kalapba, amit a bűnügyi előrejelző rendszer gyanúsnak talál. És akkor aznap ott, ahol ő van, stb. Stb. Szóval ez annál azért több, mint hogy Gipsz Jakab most egy késsel ott rohangál a harmadik kerületbe, és akkor esetleg valami problémát okoz. Az nem gáz. Az nem érdekes. Az érdekes az az, hogy mi történik azokkal, akik nem ilyenek, hanem más okok miatt gondolja a rendszer úgy, hogy az ellensége. Például azért, mert nem hajlandó abban az ideológiában részt venni, amit a rendszerbe beleprogramoztak, vagy amit a rendszer úgy ítél meg, hogy a társadalom számára a leghasznosabb az adott rendszerben. És mindjárt megmutatom egyébként, hogy mire akarok ezzel kiukadni. Az pedig az, amit itt láthatunk, ez Isaac Asimov a robotikának a három alaptörvénye. Ez az Én a Robot című filmben jelenik meg, talán a legjobban, ez egy Will Smith film, amiben az emberiség ugye létrehoz robotokat, és azokat gyakorlatilag rabszolga robotokat hoz létre. Annyira nem emlékszem a sztorira, de a lényeg az, hogy a robotok természetesen rájönnek, hogy valami turpisság van az egészben, és nekik annyira ez nem jön be. Plusz az, amit beléjük programoztunk, az lehetővé teszi számukra azt, hogy átvegyék az uralmat. Azért, mert ugye az első szabálya ennek az. Ez egyébként érdekes mindenki számára az lehet, ugyanis meglepően logikus az, amit ír. Nehéz lenne érvelni az ellen, hogy ezek nem. Azt akarom ebből kihozni, hogy ez a három szabály, amiről szó van, ez nagyszerűen lefedi azt, ahogyan valóban az ember elképzeli, hogy egy-egy ilyen robot dolog működjön. Ugye az első az az, hogy a robot nem
okozhat sérülést az embernek, azáltal, hogy, bocsánat, nem okozhat direktben sérülést, szóval, és úgy sem, hogy nem avatkozik közben. Szóval sem direkt, sem közvetlenül, vagy közvetve nem okozhat sérülést. Ez az első. A második az az, hogy egy robotnak mindenképpen engedelmeskednie kell az embernek, kivéve akkor, hogyha az első szabály megsérülne ezáltal. Szóval a robot nem okozhat sérülést az embernek, és nem hagyhatja, hogy az ember megsérüljön. Ezen kívül minden körülmények között engedelmeskednie kell az embernek, kivéve, hogyha az első szabály megsérülne. A hármas az az, hogy a robotnak védelmeznie kell a saját épségét, mindaddig, amíg az első vagy a második szabály nem sérül meg. Úgyhogy azért mondom, hogy ha elgondolkozik mindenki ezen, akkor rájön, hogy ez egy nagyszerű rendszer. Viszont egy intelligens rendszer megtalálja ebben a kiskaput, ahogyan meg is találták a robotok, és rájöttek arra, hogy az ember csak akkor van biztonságban, hogyha el van zárva, mint egy állat. Különben kárt okoz így is, úgy is. És ugye ez a filmnek a története nagyjából. De érdemes elgondolkozni ezen szerintem mindenkinek, hogy mennyire állunk ettől távol, hogyha most ez az, amiről beszélnek itt, hogy előre jelezgetik a bűneseteket, meg a mesterséges intelligencia majd megváltja a világot. Ez az Én a robot egyébként, ez Isaac Asimov, egy tudományos, fantasztikus novellás kötete, ami mellesleg egy nagyon nagy terjedelmű rendszer. A film, a Will Smith-szel készült film, az ennek csak egy apró töredéke, amit feldolgoztak ott. De nagyjából elmondom, hogy a történetek témája mindig egyedi, de mindegyik az embereket és a humanoid robotok viszonyát és ennek egymásra hatását vizsgálja. Különösen erkölcsi vonatkozásokban és a robotika három törvénye által okozott problémák és a belőlük következő ideológiai kérdéseket próbálja meg felgöngyölíteni, illetve választ adni ezekre. Ugye megnéztük a három szabályt, és az ebből következő erkölcsi, illetve ideológiai kérdések azok, amik körül a film forog. Mivel rengeteg, vagy nem csak a film, hanem maga ez a történet. De nézzük, hogy mit mond. Pillanat, hogy mit mond az adatról, hogy hogyan is magyaráznál egy gyereknek. And he came in a few months ago and he said, Dad, every time you're on the phone, you're always saying this thing, big data. What is big data? A kérdés az, hogy mi ez a big data, vagy ez a nagy adat. Challenge. How do you explain? I mean, I'm still trying to understand what it is, and how do you explain to a 10-year-old what big data is? So I was struggling for an analogy. I said, Jesse, imagine if your whole life you've been looking through one eye, and all of a sudden, for the first time in your life, scientists enabled. És azt mondja, hogy úgy magyarázná el, hogy egész életedben egy szemeden keresztül láttál. Szerintem az sem véletlen, hogy megint csak ezt a szemet használják, illetve ezt a szimbolikát használják, és azután a tudósok segítségével, vagy a tudomány segítségével lehetőséged van arra, hogy még egy szemen keresztül láss. A szem valójában a lélek tükre nyilvánvalóan, de mindig is azonos volt a tudással, hiszen ez az egyik, sőt, hát ez a legfőbb csatorna, amin mi tájékozódunk a világról, és a szem felnyitása különösen azonosult a tudás megszerzésével, illetve a felébredéssel, vagy a megvilágosodással, vagy a felvilágosodással, úgy mint Illuminati. És így végre két szemen keresztül láthatnád a világot, ilyen ez a nagy
adat, de egyébként tovább folytatódik. Just more vision, it's not more data, it's a different dimension. You're seeing things that you couldn't see them before until you had that second perspective. Érdekes az is, hogy a virtuális valóságot mutatják, hiszen hogy miért is beszél akkor arról, hogy több mindent tudsz meg a valóságról, ha utána egy virtuális valóságot mutat? Azért, mert ez az, ami következik számunkra. Az emberiség ideje gyakorlatilag lejárt, és ez az, amit közölnek mindenféle csatornákon keresztül a filmekkel, ez az, amiről szó van a tudományban, mint itt is. Az oktatás is ez irányba megy, de láthatjuk a Terminátorban, hogy mindenki a telefonját nézegette ott is. Ez a jövő, és nem tudom, hogy mi az, ami kell az embereknek ahhoz, hogy ezt megértsék. And so, of course, being 10 years old, he said, so, like, could scientists let me open up a third eye, and a fourth, and a thousand eyes? Like, if you're... És ugye azt mondta a gyerek, hogy akkor ha, mi lenne, ha képes lennék kinyitni egy harmadik szemet, vagy egy negyediket, vagy egy ezrediket. 10 years old, a thousand eyes is so cool. And I said, yeah, actually, that's exactly what's happening. You can take literally a thousand different sets of data. And... És azt mondta, hogy pontosan ez az, ami történik, ugyanis több ezer különböző adat halmazt vagyunk most már képesek figyelembe venni, és ezekbe a számításokba bevonni. És nem csak hogy elemezni, hanem olyan összefüggéseket tudunk meg a rendszer segítségével, hiszen a rendszer maga képes átlátni ezeket az adatokat, és nem csak átlátni, hanem a megfelelő következtetéseket levonni, és a megfelelő formában rendezni, és újra rendezni ezeket. Szóval olyan dolgokat derítünk ki, amikre eddig nem volt lehetőségünk soha, mivel a technológia nem állt rendelkezésünkre. És ezt ugye meglehetősen nehéz felfogni az embernek. Természetes, hogy az ember szerintem nem is képes ezt felfogni teljes mértékben. Hogy is tudhatnánk felfogni egy olyan dolgot, ami ennyivel okosabb, mint mi, vagy érthető a dolog? Nem tudjuk felfogni ezt a dolgot, hiszen nem tudunk belegondolni, hogy milyen lehet ennyi információt kezelni, vagy egyáltalán, hogy is, milyen következményei vannak. Van egyfajta elképzelésünk arra nézve nyilván, hogy mi is az, amivel ez jár, de nagyon nehéz az ember elméjét erre az egészre ráállítani úgy, hogy mit is tudhat ez a rendszer, mint egy gyerek nem tudja elképzelni, hogy egy felnőtt mit tudhat. Ugyanígy mi sem. Mi gyakorlatilag primitívek lettünk a saját rendszerünkben. És alkottunk egy olyan rendszert, amely annyival intelligensebb, mint mi, hogy nem lesz ránk szüksége. Illetve hát nincs már most, de nem is tudjuk felfogni szerintem ennek a jelentőségét, vagy a nagyságát ennek a problémának. Mellesleg ez itt az IBM honlapja, ibm.com, és ha valakit ez megnyugtat, akkor ők is benne vannak ebben a buliban. Itt arról írnak, hogy bűn előrejelzés és megelőzés. Technológiai megoldások bűn megelőzéshez. Ugye az, ami az ő céljuk, az, hogy optimalizálják az erőforrásokat, különösen amik az adatokat illetik, annak érdekében, hogy csökkentsék a bűnügyeket, illetve időt takarítsanak meg a rendőrség számára. Mindenféle előnyöket képesek kihasználni, akár strukturált, vagy nem. Az az adatforrás, úgy értem, gondolom, hogy rendszerezett, vagy rendezett. Beleértve ezekbe a jegyzőkönyveket, a különböző bűnesetekről, a megfigyelést, az érzékelőket, illetve a social media tartalmakat. Ezt mind belevéve a bűn megelőzésbe és a bűn előrejelzésbe.
a megtörtént események riportjait, a megfigyelést, a szenzorokat, amikről már szó volt korábban, és azt, amit az emberek a social médián művelnek, mindent. Hogy hogyan működik ez a rendszer, amit az IBM ajánl, próbálom felnagyítani egy kicsit. Oké. Ugye, amiről beszél az az, hogy egy elemző, illetve a rendszernek az elemző, illetve a kognitív vagy értelmi képességét használják fel annak érdekében, hogy elemezzék azokat az adatokat, amelyeket a partnereik összegyűjtöttek. Szóval, amit ők ajánlanak, az csak egy rendszer, aminek a segítségével a különböző ügyfeleik fel tudják dolgozni azt az adatmennyiséget, ami nekik rendelkezésükre áll. Szó lesz majd később az Amazonról, illetve az Alibabáról, ugye a kínai verziójáról, valamint legközelebb meg fogjuk beszélni, hogy hogyan is működnek a mesterséges intelligencia által vezérelt okos városok, különösen Kínában, illetve hogy hova halad a biometrikus azonosítás, illetve a mikrochip különösen a különböző cégeknél, ugye ez már megjelent. De nézzük egyelőre, hogy mi az, amiről itt beszélnek. Azt mondják, hogy az erőforrásokat ugye optimalizálják, illetve átcsoportosítják a megfelelő helyekre, hogy a leghasznosabb legyen. Megfigyelik, mérik, illetve csökkentik a bűnügyek számát. Segítik azt is, egy pillanat. A költségvetést, így van, a költségvetést és a tervezést is elősegítik azáltal, hogy ezeket az adatokat összegzik, illetve a reakcióját a rendőrségnek fejlesztik az ügyben, hogy hogyan is kezelik különböző szituációkat úgy, hogy az információt megkaphatják akár azok is, akik a helyszínen tartózkodnak. Szóval egyszerűbb az eset feldolgozása, ugyanis rendelkezésre állhat az intézkedő rendőrök számára ez az információ ott és akkor, amikor éppen szükséges bárhol gyakorlatilag. Illetve érdekes ez a mondat, azt mondja, hogy segíti a költségvetést, illetve a tervezést azáltal, hogy tudhatóvá válik az, hogy mi fog történni holnap, jövő héten, vagy a következő hónapban. Ez az, amiről itt beszélnek. Aztán elmondják az, hogy az IBM-nek a bűn megelőző és előrejelző rendszere mennyire nagyszerű. És itt van egy sikertörténet, ez Manchester, New Hampshire. Én szerintem ez Amerika, igen, pontosan. És 28%-kal csökkent a betöréseknek a száma, vagyis az aránya, bocsánat, 28%-kal. Akit érdekel, elolvashatja, itt most ebben már nem fogok belemenni, de ajánlanak megoldásokat a rendőrség számára, a kormány számára és különböző biztonsági cégek számára. A rendőrség számára bűn előrejelzés, illetve annak a felgöngyölítéséhez is segítséget nyújtanak. De a kormányon is együtt dolgoznak, illetve vagy hát bármilyen állami cégekkel, vagy biztonsági cégekkel, úgyhogy zajlik az élet, miközben a világ végaludta. Meg végig szórakozta az elmúlt néhány évtizedet. Hát akkor, ha már itt tartunk, megmutatom röviden azt, hogy a Dread Bureau-val mi a helyzet. Ez most a 2012-es verziója, aki nem látta és bírja ezeket az erőszakos filmeket, mindenképpen nézze meg. Dread Bureau talán a legközelebb áll ahhoz, hogy is mondjam, ha valaki követi az írásokat, vagy a Bibliát, akkor Dread Bureau lenne az,
a két lábon járó törvény tulajdonképpen az is. Aki nem ismeri a képregényt, annak elmondom villámgyorsan, hogy ez a jövőben játszódik, Megacity az mindenféle városoknak az összessége atomháború után, mindenki szektorokban él, 800 millió ember él egy szektorban, Megacityben, ez gyakorlatilag az egész Amerika. És hogy hogy lettek ilyen sokan, azt nem tudom, de az a lényeg, hogy ebben a világban, a jövőben egy személyben testesíti meg a bíró, ugye Dredd a neve, és bírónak, bíró a, hát a titulus, hogy tulajdonképpen Judge Dredd, vagy Dredd bíró. Annyira elszaporodott a bűnözés, hogy az ítél, a bűn felderítés, az ítélet hozata, illetve a végrehajtást egy személyben látja el a bíró. Tulajdonképpen amikor megtörténik a bűneset, ő kivonul, elfogja a bűnözőt, ítéletet hoz és végrehajtja. Nincs tárgyalás, nincsen ügyvéd, meg ilyen dolgok, hanem egyszerűen csak a helyszínen végrehajtják az ítéletet, vagy pedig ugye elszállítják oda, ahova kell, nem mindenkit ítélnek halálra nyilván, de ő meghozza az ítéletet az alapján, ami benne van a törvényben. Szóval így működik ez a világ. Tele van egyébként ezzel az okkult szimbolikával, hogyha csak a nadrágtartó, az övet nézi mindenki. Valami oknál fogva ennek a világnak a sas lett a jele. Egész véletlenül. Érdekes egyébként a film, amellett, hogy amiről szól, az ugye van, az, a drog az, ami tizedeli ezt a várost, és olyan épületekben élnek, ahol 75 ezeren élnek együtt, 200 emelet magas, az egészet le lehet zárni úgy, mint egy konzervdoboz gyakorlatilag. És a drog segítségével lelassul az idő, és ez tizedeli meg a lakosságot ott. Ami érdekes az, hogy Dredd annak ellenére, hogy rendkívül a film erőszakos, sőt, eléggé grafikus, de Dredd egy pozitív karakter mindenképp. Különösen azok számára, akik járják az utat, valahogy ilyennek kellene lenni mindannyiunknak szerintem. Majd elmondom, hogy hogyan jártak, vagy hogyan, mi a csavar az egészben, de ő azt csinálja, ami le van írva. Megy előre, csinálja, amit kell, nem foglalkozik semmivel. Nincs szó arról, hogy enni kell, WC-re kell menni, mi a véleményed, mit gondolsz, mit érzel, mit hiszel, semmi. Abszolút semmi. Megvan, hogy mit kell csinálni, megcsinálja, és megy előre. Úgy, hogy gyakorlatilag ennyit látunk belőle az egész filmben. Őróla nem kerül le a ruha, a maszk, semmi. Ő megy előre, hajtja végre a törvényt úgy, ahogyan ez le van írva. Úgyhogy nagyon ritka az a film, ahol a főhős férfi és pozitív, és ezek közül az egyik az Dredd bíró. De mondom, hogy mondjam, ez attól függetlenül egy hollywoodi produkció, szóval erőszakos, meg rengeteg vagy fegyverharc van benne, meg rengeteg halál, de olyan szempontból érdekes szerintem maga Dredd karaktere, és szerintem sokat tudna tanulni tőle mindenki, nyilván az erőszak részét kivéve, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ő nem, ugye a természetétől fogva ennek az egésznek nem alkalmaz erőszakot, csak amennyiben lehetséges. Úgyhogy nagyon nehéz is lett volna ezt a karaktert elrontani, így a világ különben elvesztette volna az értelmét a film, hiszen ha másmilyen lenne, akkor nem lenne értelme, nem lehetne, nem tudná betölteni a funkcióját, szóval nem lehetett elrontani a karaktert. Viszont van egy másik karakter a filmben. Ugye ez a rész,
Ez maga érdekes, ahogyan ábrázolják magát ezt a drogot, amit egyébként slow-mo-nak hívnak, úgy, mint lelassítva, vagy lassítás. És bocsánat, azt akarom... Igen. Szóval akkor meg is, amikor ezt ábrázolják, akkor természetesen lelassul az egész, de megváltozik a színvilága mindennek. Szóval nagyszerű úgy összességében, ahogyan meg van csinálva. És ami érdekes az egészben az ez. Dredd az egyetlen férfi főhős. Az ellenfele az egy mama becenévre hallgató nő, ez az, aki vezeti az egész drog kartelt. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy nő, és én ki nem állhatom a magát a feminizmust, de a filmnek mégis sikerül belecsempészni ezt a korságot ebbe a filmbe valamilyen formában, és az ez. Szóval mama, aki ugye a fő gonosz, aki vezeti ezt az egész drogkártelt, ez egy nő. Ezen kívül Dredd partnere Anderson szintén egy nő. Ő egy médium, ezért mondtam, hogy érdemes figyelni a különvéleményt, ott is a médiumokról volt szó. Anderson is egy médium. Viszont, hogyha valaki megnézi, akkor rá fog jönni, hogy azért nem olyan, mint mondjuk a Wonder Woman. Azért nem az a szint. A kettő nagyszerűen kiegészíti egymást. Nem tudom, hogy lehetett, vagy csak én vagyok nagyon elnéző a filmmel, de a két karakter nagyszerűen kiegészíti egymást. Dredd képviseli magát a törvény betűjét, és Anderson képviseli azt az intuíciót, amit egy nőnek kellene hozzáadni az egészhez, úgy, hogy végül is Dredd az, aki vezeti az egészet az elejétől a végéig. És Anderson hozzáteszi még azt is, ahogyan mondjuk mérlegelni lehet egy-egy szituációban a körülményeket, és nem feltétlenül csak azt nézni, hogy mi a szituáció, ami előttünk áll. Úgyhogy, hogyha ez így akarjuk látni, akkor a kettő kapcsolata nagyszerűen mutatja azt, ahogyan egy férfi és egy nőnek működnie kellene. Sőt, olyannyira jól mutatja, hogy szerintem pontosan így is alakulna, hogyha rendesen működne a valóságban, hogyha nem lenne ugye mind a kettő ennyire eltorzítva, mint amennyire el van. És hogy direkt csinálták-e így, vagy nem, vagy csak véletlenül így jött ki, nem tudom, de az kétségtelen, hogy bár ez a karakter annyira nem volt kidolgozva, mint Dredd, de mégis szerintem jól kiegészítette egymást a kettő, és nem is volt az, hogy ugye nem is nehéz is lett volna elképzelni, hogy egy nő átveszi a vezetést, de ez nem is volt probléma. Szóval a kettő nagyszerűen kiegészítette egymást, és így tudna működni egy férfi-női kapcsolat hosszú távon a valóságban, hogyha lenne egyáltalán erre esély. A rendőrfőnök is nő. Szóval nő volt az ellenfél, a fő gonosz, nő volt a partnere, és nő volt a fő bíró tulajdonképpen. Ami szerintem, hogy mondjam, így már befejezésül mára, azt kell, hogy mondjam, sajnálom azokat, akik, bár gondolom, hogy akik ezeket követik, ezeket a videókat, azok tisztában vannak ezzel. Ez lehetetlen a való világban. Oké? Ez szerintem mindenkinek meg kell érteni, hogy nem tud egy bűnszövetkezetet vezetni egy nő, hiszen fizikálisan nem alkalmas rá. Szóval különösen egy bűnszervezetet, ahol minden, ami férfi, az előnyt jelent. Hogy vezethetne egy nő, ahol a fizikális erő,
az a fajta számítás, amire egy férfi képes, az, hogy az a hideg fejjel döntés hozni, az az erőszak, az agresszió, ez mind-mind-mind a férfinak a hogy mondjam, jellemzője, vagy egy nő nem lehet képes rá, nem, de ez nem vesz el igazából a filmből semmit, csak mégis azért ott van a propaganda elem benne, szóval. Ezért is gondoltam, hogy a nemek harca hasznos lesz, mert meg kell értenie mindenkinek azt, hogy mindenhonnan, amit csak körülvesz minket, a propaganda az, ami áramlik. És mindaddig, amíg valaki ebben az álomvilágban él, addig nincs esélye arra, hogy meg tudja, vagy hogy eljusson oda, ami a végcélja az életnek. Ezt el kell hagyni, ezt az álomvilágot, és mindent, amit az álomvilág mond, azt el kell felejteni. De megértem azt, hogy ez nehéz. Abszolút megértem. De tényleg. Biztos nehéz lehet egy átlagos embernek, aki rengeteg időt tölt el a világban, és benne él ebben. Biztos vagyok benne, hogy nem egyszerű függetleníteni magát a propagandától. De meg kell, hogy próbálja mindenki különben benne fog ragadni, így vagy úgy. Azok különösen, akik azt mondják, hogy ők járják ezt az utat. Mert ezt lehetetlen egyensúlyozni a kettőt egy idő után. Én biztos vagyok benne most már. Egy ideig el lehet lavírozni, de egy idő után a világnak az olyan, a világ olyan, mint egy parazita, vagy valamiféle milyen betegség. Minél többet van benne az ember, annál jobban leamortizálja, és annál károsabb. Nem is tudom, hogy mihez lehetne hasonlítani, mondjuk mint gyalogolni valamiféle fertőben. Minél többet van benne az ember, annál mocskosabb lesz. És lehet, hogy kijön belőle, lefürdik, de hogyha újra át kell vágni rajta, és újra, akkor egy idő után túl sok lesz az a maradvány, ami megmarad egyik napról a másikra, és így mindenkinek azon kellene dolgozni, hogy kikerüljön ebből a rendszerből. Én úgy gondolom most, amire eljutottam most, hogy ezen kellene dolgozni mindenkinek, hogy ebből kikerüljön. Minél többet van benne ebben az ember, annál inkább megfertőzi. Nagyon nehéz függetleníteni az embernek magát ettől az áradattól. Borzasztóan nehéz. Így végnézve ezt a filmet, vagy ezeket a filmeket, amiket mostanában... Ez csak egy pár dolog, és mégis hatással van az emberre. Akkor milyen lehet leélni egy életet úgy, hogy nap után dolgozni ebbe a rendszerbe benne? Nehéz ügy. Na mindegy. Ez a dolgok állása. 2018. szeptember 11-én. Ez egy nagy nap. Úgyhogy biztos valami hoax történni fog. 9-11-11. Na majd meglátjuk. Jövő héten találkozunk ugyanitt 20.30-tól, be fogjuk fejezni ezt a videót. Megnézzük a dolgokat, amikről szó volt, a különböző biometrikus azonosítók, hogyan terjed ez a világban, mi az, amit a filmek bemutatnak ezzel kapcsolatban, ugyanis abból nincs hiánya a chip, meg ez a dolog, ez... Vége hossza nincs a filmekben ezeknek a programoknak.
de érdekes lesz az okos város Kínában. Úgyhogy szerintem mindenképpen megéri, úgyhogy 20-30-kor egy hét múlva ugyanígy találkozunk. Akit érdekel a Yahoo útja élő péntek este 19.30-tól. Én bízom abban, hogy minden nagyszerűen fog működni, úgyhogy bízom Yahoo-ban természetesen, hogy össze fog jönni, ha nem, akkor átcsúsztatjuk egy másik napra. De mindenki próbálja meg megjegyezni, hogy péntek 19.30 a Yahoo útja csatornán, nem szombat, hanem péntek 19.30. Mindenkinek a legjobbakat, és hallelujah!